A kormány szerint jövőre már szebb napok köszöntenek ránk. Bizakodásukat arra alapozzák, hogy ők már látják az alagút végét. Hogy mi is optimistában nézzünk a jövőbe, engedélyt kaptunk, hogy elkísérhessük a kormány vezetőit az alagútba. Irány az alagút! Üljünk a kocsiba! Ez volt az utolsó, hogy hagytam magam felültetni. Gyula, te nem félsz? Az alagútban nagyon sötét van. Tudhatod, Gábor, hogy én nem ijedek meg a saját árnyékomtól. Jaj! Most már csak a Világbankot ijeszgeti. Remélem a láncok kibírják 98-ig. A törék, ha szakad, ki kell bírniuk. Nézd, Gyula, fény! Látom az alagút végét. Szüntelte meg a kórházjágamat! Elég rossz bőrben van szegény. De legalább alacsony a koleszterin szintje. Csak néhány fillért. Én nem adok neki. Miért nem? Mert ez egy feneketlen kalap. Csak aztán nehogy nekünk is benyújtsák a számlát. Gyula! Mi van? Megint látod az alagút végét? Azt hittem, de csak sötétben tapogatózom. Köszönöm, kedves mindennek, hogy egy ember így engem választott. Fogadok, hogy az az egy ember is ő volt. Mit csinálnak ezek, Gábor? Ha jól látom, békésen robbantgatnak. Akkor ne zavarjuk őket. Látom. Fény! Én is látom. Ott az alagút vége. Hát tudod, Gábor, most ment el a kedvem az egésztől. Kedves nézőink, már hagyományunká vált, hogy szilveszterkor felkeressük néhány vezető politikusunkat, ezúttal azt a roppant nehéz feladatot kapták, hogy saját maguknak tegyenek fel egy-egy pompázatos kérdést. Nem régiben kerékpárral körbejártad az egész országot. Kíváncsi vagyok, hogy pedálozás közben milyen tapasztalatokat szereztél. A lakossággal való találkozásaim során rádöbbentem, hogy az embereknek sokkal rokonszembesebb, ha egy politikus az országúton pedálozik, mintha az ország házban. Ebben az egyben egyetértünk. Mit gondolsz? Hogyan fogunk szerepelni a 98-as választásokon? Igen, sikeresen, mert egy közismert játékkal készülünk a választásokra. Melyik az a játék? Utolsó párt, előre fuss! Proféta szóljon belőled. Nekem elárulhatod, milyennek találod a koalíciós viszonyt? Olyan ez, mint egy társasház. Minden költséget együtt állunk, de nekünk valahogy mindig többe kerül. Hát valami ilyesmit érzek én is. Köztudott, hogy a következő országgyűlési választásokat a független kisgazdapárt fogja megnyerni. Józsikám, mit gondolsz, mire kell majd akkor vigyáznunk? Nehogy megszokásból ugyanazt követeld, mint most, hogy a kormány azonnal mondjon le. Szerinted mikor jutunk el az ígéret földjére? Már ott vagyunk. Az ország tele van a kormány ígéreteivel. Milyen igaz? Hogy látod, Viktor, van az ellenzékiségnek előnye is? Természetesen. A koalíció ugyanis minden lehetséges hibát elkövet, és így, ha kormányra kerülünk, nekünk már nem marad. Érdekes módon az ugorkában sokkal jobb a koalíciós pártok kapcsolata, mint a valóságban. Elárulnád, hogy milyennek az oka? Mert nekünk nincs lábunk, ezért mi nem tudunk betartani egymásnak. Aha, értem. Éreljük, Riva! adni mindent megér, beszélni és azt nincs, ami a tisztelt házban megy, jobb, mint egy kabaré. Kerüld a sok szót és ne legyél szórt! Ne beszélj most mellé! A közélet kabaré, fiam, sűrű jobb, mint a kabaré. Ő szónokol, csúnya a horna. Ő meg ott keresi az ellenérvet, erről kücsök meg a sírvet. Ügyelj a hatásra, ne legyél morc. Ha úrod, hát csengessél. Amíliziót, kacagsz, fiam. Az jobb, mint a kabaré. Napi renden kívül beszél Józsi, aztán Józsi elfel ismételten szólni. A hallgatóság lesitátott szájjal, ahogy fejbeveri őket Józsi bájjal. Ne húzd az időt köntörfalazással, inkább próbálkozz meg egy kis vízivással. A sok beszédnek sok az alja, tény, s a végén nem marad bent egy teremtett lény. Kedved ne veszítsd, ha kevés a pénz, a vitában van bőli. Minden, mit tesznek, visz, fiam, sőt jobb, mint a kávári. Hűljük a borút az új évvel el, zengjük együtt újjé. Holnap felébresz és lesz, igen, lesz új a kávári. Kedves nézőink, tekintettel a szilveszter estére a parlament 5 ellenzéki pártjának vezetői úgy döntöttek, hogy bebizonyítják, egyszer egy évben igenis képesek valami nagyszabású, szenzációs, lélegzetelállító közös produkcióra. Már is kapcsoljuk a fővárosi nagycirkuszt. Azt javaslom, legyünk bohócok. Nem jó, a koalíciónál úgyse tudunk nevetségesebbek lenni. Akkor csináljunk egy bűvész számot, tüntessünk el valakit. Kire gondolsz, kit tüntessünk el? Hát a latorcait. Kérném szépen, az eltüntetésben a bolsevista kormány már megelőzött minket. Ők mit tüntettek el? 10 000 kórházi ágyat. Akkor fűrészeljünk ketté valakit. Kérném tisztelettel, én Tordján Copperfield József vállalom, hogy ketté fűrészeljenek. Józsikám, belőled egy is sok, nemhogy 2. Akkor fűrészeljük ketté a Sándort és az Ivánt. Ők már ketté vannak fűrészelve. Inkább legyünk légtornászok. A trapézról ugunk egy szép triplaszaltót. Nem lenne elég egy szimpla? Nem, mert mire földet élünk, a Medgyesi úgyis leértékeli 30%-kal. Nekem tetszik a légtornászszám, én lennék a levegő királya. Te már most is az vagy, Józsikám. Egy levegővel végig tudsz mondani egy félórás beszédet. Legyünk inkább hajlékony gumiemberek. Ellenzem, a koalíció rögtön ránk fogná, hogy gerinctelenek vagyunk. Akkor csináljunk egy lélegzetelállító léggömbszámot. Nekem ugyan nem tetszik, de azért kíváncsi vagyok rá. Felfújunk egy-egy újabb privatizációs botrányt, és amikor kipukkad, mindig azt mondjuk, van másik! Van másik ötletem! Mutassunk be inkább egy indián produkciót, dobáljunk körül valakit paltákkal! Ez jó, de inkább késdobáljunk, az kisebb nyomot hagy. De ki legyen a célpont? A Tordján Józsi! Arról szó sem lehet, rólam köztudott, hogy mögöttem tömegek állnak. Még csak azt hiányzik, hogy valakit eltaláljanak a tömegből. Akkor dobáljuk körül a Szabó Ivánt, övé a legkisebb párt, ha véletlenül eltaláljuk, nem tűnik fel senkinek. Nekem feltűnne, nem vállalom. Akkor legyen a közös célpontunk az Orbán Viktor. Még mit nem? Most, amikor a népszerűségem csúcsán vagyok, és ha eltaláltok, akkor elmondhatod, hogy a csúcson hagytad abba. Megvan, csináljunk egy vadnyugati lasszószámot. Az lesz az igazi szenzáció. Nagyszerű, remek. Csináljunk lasszószámot. Ellenzem, de azért tetszik. Hölgyeim és uraim, megszületett az ellenzéki összefogás. Jön az új év, jön egy jobb év, jön az új év, egy rosszabb év. Jövőre már Európa a cél. szegény Európa éppen ettől fél. Jövőre is majd törvénykezünk, mi meg majd ellenkezünk. Megvalósul, amit akarunk, elvetekre nem szavazunk. 98-ra mindjárt összefogunk, ezen csendesen kacagunk. Jaj, felborítottad a sótartót. A babona szerint ez veszekedést jelent. Te hiszel a babonában? Ha te döntöd fel a sótartót, akkor igen. Imre, nem gondolod, hogy a kormányra ráférne egy alapos átalakítás? Én inkább nem mondok semmit, mert a Gyulának messzire elér a keze. Iván, lassan itt az új év. Ideje eldönteni, bent maradjunk, vagy kilépjünk a koalícióból. Ilyen fontos kérdésben az SZDSZ előbb egyeztet az MSZP-vel. Jön az új év, jön egy jobb év, jön az új év, egy rosszabb év. Jövőre meglódul szekerünk. Csak ha a szekéren jót lökünk, a kormányt nem éri semmi kár. A szakadék vár. Ma az új évtől senki se fél. Egy-két jó szó azért még elkél. Ég óvjon attól, hogy kormányra kerüljön. 98 úgyis eljön. Na hát, Józsikám, drágább lett a papírtrombita. Hát ez remek, Marikám. Akkor jövőre a parlamentben ezt is fújhatom. Arra emelem poharam, hogy idén sikeresen elvégeztük a munka könnyebbik részét, megalapítottuk a néppártot. És mi lesz a nehezebbik része? Népet szerezni a párthoz. Tisztelt ház, tisztelt képviselők, mi úgy gondoljuk, hogy a kormány törvénytervezete semmire sem jó. Gratulálok, Viktor, ez fantasztikus. Érdemes volt, beszédórákra járnod, most már egyáltalán nem hadarsz. Csak az a baj, hogy egyelőre még nem bírom sokáig. Jön az új év, itt az új év, jön az új év, itt az új év! Szilveszter van. Ezsegjen a bor! Kocítsunk vígan! Rajtunk a sor! Függesszük fel már a vitát! És mulassunk! Az angyalát! Dugó pukkol és cseng a pohár! A 96-os év tavaszáll. Boldog új évet hozzon a holnapi nap. Szavazzuk meg egy hangulat.